Míg a tavalyi év első felében 256 darab, idén csupán 68 új arató cséplőgép kelt el Magyarországon. A legnagyobb mértékű visszaesés ezt a szegmest érintette. 2023 első fél évéhez képest 2024-ben több mint 50%-kal csökkent a mezőgazdasági gépforgalom. Elsősorban a kombájnok és a traktorok piaca esett vissza. Ha 2022-es évhez hasonlítjuk a számokat, akkor sokkal rosszabbak az arányok. 22 egy nagyon jó év volt a mezőgazdaságban, a gépesítés és a beruházások területén. Olyan változások történtek a piacon, hogy gyakorlatilag a terménypiaci kilátások egyre rosszabbak lettek, a mezőgazdasági jövedelmezőség elsősorban a szántóföldön jelentősen csökkent. A piaci kamatkörnyezet az magas volt, tehát a finanszírozás nem kedvezett, és gyakorlatilag a nagyon volatilis az euró és a forint viszonya, ezért kockázatos gépet vásárolni, tehát megemelkedtek a gépárak. És a támogatások is kifutottak, mindenki várja a következő etapot, amikor az új ciklusban gépvásárlásra, fejlesztésekre támogatás lesz. A mezőgazdasági termelők a jelentős visszaesés ellenére továbbra is az erőgépek beszerzésére fordították a legtöbb pénzt, ez a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 54%-át tette ki. A gazdaságok korábban láthatóan tervezetten korszerűsítették gépparkjukat. Rá van kényszerítve a verseny miatt, hogy korszerű eszközöket használjon, mert nem mindegy, hogy ezekből a méreg drága vegyszerekből mennyi, a kijuttatás mennyi hasznosul, ugyanígy a betakarításra minden szemre szükség van, szóval én azt gondolom, hogy Magyarországon azért nem beszélhetünk arról, hogy mi egy olyan kiöregedett állománnyal dolgozunk, mindenki a maga területén igyekezett és igyekezni fog, aki még nem tette meg ebben az időszakban is, korszerűsíteni a gépeket, frissíteni. Én azt gondolom, hogy nem lehet panasz arra, hogy mi egy leromlott műszaki berendezésekkel folytassuk a gazdálkodást. A gépvásárlást a jövő évi pályázatok várhatóan serkentik majd. Az állattenyésztőknek és a gyümölcstermesztőknek már kiírásra került a telepítési pályázat, ami részben tartalmaz gépvásárlási lehetőséget is. Az ismételt növekedéshez a támogatások mellett a gazdálkodás eredményessége is szükséges.